Az ünnepek alkalmával ismét egy témához illő videót hoztunk nektek, ráadásul a megjelenés napja is 24-ére esik, szóval jól jött ki a lépés. Decemberi vasárnapokon a családban szokás az adventi koszorún gyertyákat gyújtani, de mint kiderült, egyikünknek sincs fogalma arról, miért is csináljuk ezt, így aztán adta magát a téma, hogy honnan is ered ez a szokás. Aztán rájöttem, hogy sokaknál az egész karácsonyra igaz ez. Mint tudjuk, hogy hivatalosan Jézus Krisztus születésének napját vagyunk hivatottak ünnepelni, de ennél azért összetettebb a történet. A karácsony, pontosabban a decemberi ünneplés az emberiség egyik legősibb szokása, és bőven megelőzi a kereszténységet. Szóval mit is ünneplünk pontosan? Honnan ered a karácsony, és hogyan alakultak az ünnepi szokások az évezredek alatt? A 10-es lista karácsonyi videójában most erre adunk választ. A téli napforduló megünneplése egyidős a civilizációval. Már időszámításunk előtt több ezer évvel is jelentősége volt egymástól teljesen független kultúrákban. Kezdetben nem is annyira vallási okból volt fontos, mint a mezőgazdaság szempontjából. A téli és nyári napfordulók fontos jelzések voltak a raktározás, a vetés, aratás és az állatok szaporítása miatt is. Az órák és naptárak előtti időkben a Stonehenge például a téli napforduló monitorozását szolgálta. A gazdasági szempontból fontos dátumokat minél pontosabban próbálták nyomon követni, miközben spirituális oldalról is fontos szerepe volt az éjszakák rövidülésének. Számos kultúrában kötötték össze az eseményt a nap újjászületésével, és ünnepelték például Indiában, a mai Irán területén, Kínában és Japánban, ünnepelték a zsidók, a skandináv és a germán pogány népek és a rómaiak is. Maga a karácsony keresztény ünnep a 4. században jelent meg, több mint 300 évvel Jézus Krisztus születése után. A Római Birodalom fővallási irányzata évszázadokon át az ókori görög isteneket vette alapul. Aki ismeri valamennyire a görög mitológiát, az biztosan tudja, hogy a fontosabb isteneknek mind van római megfelelője, akikről a naprendszerünk bolygóit is elnevezték, Árész például Mars, Zeus Jupiter, Poszeidon pedig Neptunusz néven működött tovább Rómában. A napfordulót ekkor Szaturnália néven ünnepelték Szaturnusz isten tiszteletére, aki a mezőgazdaság istene is volt. A fősodor mellett természetesen mindig voltak jelen kisebb szekták és kultuszok, kerültek be istenek más régiókból, vagy épp emeltek ki egy valakit a görög panteonból. A Perzsiából eredő Mitrász isten például az első századra eljutott a Római Birodalomba, és napisten lévén nagyon fontos ünnep volt a téli napforduló a kultuszában. Mitrász egy kis titokzatos szektából aztán Szol néven állami szintű isten lett, miután Aurelianus császár 274-ben hivatalos vallását tette a birodalomban. A decemberi ünneplés maradt, csak a mögöttes hit változott, és a napisten újjászületésének örültek az emberek. A december 17 és 25 közötti Szaturnália, tehát Aurelianus császár által vált 25-i Szol isten tiszteletté, amin kötelező volt részt venni. Az akkori naptár szerint tényleg ez volt a napforduló dátuma, ami az 1582-ben életbe lépő Gergely naptárral került át december 21-ére. A kereszténység ekkor egy terjedőben lévő és üldözött vallás volt. Elsőként a zsidó vezetők nem nézték jó szemmel Jézus tanításait, majd ahogy az új vallás egyre markánsabban eltért a judaizmustól, úgy szerzett egyre több ellenséget. Az első század végére a kereszténység a birodalom központjába is elért, ahol Isten hite szembe ment az akkori nézettel, miszerint a császár Isten is egyben. A császárkultusz elutasítása kemény konfliktus volt, és nagyon sokan haltak meg a több évszázados üldözés során. A forduló pontot első Konstantinus római császár hozta el, aki 306-ban került a birodalom trónjára, és aki felvette a kereszténységet. 313-ban engedélyezte a vallást, ezzel véget vetve az üldözésnek, és vele jutunk el a karácsonyhoz is. A kereszténység 300 éven keresztül nem foglalkozott Jézus születésnapjával két okból sem. Az első, hogy a születésnapok ünneplése pogány rituálénak számított. A szentekre és a mártírokra haláluk évfordulójával emlékeztek, nem a születésdátumával, így aztán Krisztus halála és feltámadása a húsvét volt az egyház legfontosabb ünnepe. A másik, hogy Jézus születésnapja nem ismert. Máté és Lukács evangéliuma mesél Krisztus születéséről, a jászolról, a bölcsekről, a csillagról, a sok közismert elemről, de az Új Testamentum ezen részei főként a hitbeli kérdésekre fókuszálnak, nem a kronológiára. Vannak érvek mellette és ellenérvek is az ellen, hogy Krisztus születhetette egyáltalán decemberben, de még ha így is történt, akkor sem tudunk semmit a pontos napról. A 325 és 335 között zajló nikaiai zsinat hozta el a decemberi karácsonyt és Krisztus születésnapját.
keresztény nevén Konstantin császár az engedélyezés után államvallássá tette a kereszténységet, azaz a birodalom hivatalos vallása lett. A zsinaton megszülető egyházreform rengeteg egyéb dologra is kiterjedt, de itt került elő az is, hogy jó lenne megünnepelni Jézus születését. A több lehetséges időpont között szerepel például az április, a november 25, a január 6, illetve a téli napforduló is. Jézus bibliai szimbolikája már a kezdetek óta a naphoz és a fényhez kötötte a megváltót. Nem tudni pontosan, hogy a kereszténység Jézus magától kötötte a naphoz, vagy esetleg a napistenen alapuló vallások hatottak a kereszténységre. Akárhogy is, ez kapóra jött, ugyanis a vallási érdekek mellett mondhatjuk, hogy egyházpolitikai jelentősége is volt a vitának. Kellett valami a perzsa napisten és a görög-római Szaturnusz ellensúlyozására, hogy a pogány ünnepekről keresztény ünnepekre szoktassák át az embereket. Betiltani nagyon nehéz lett volna a napforduló ünneplését, hiszen évezredes hagyomány, így inkább meghonosították a kereszténységben. A Sol Invictusból, azaz a győzedelmes nap ünnepéből Sol Salutis, az üdvösség napja lett, és 336-ban megjelenik a karácsony a keresztény írásokban. A korábban népszerű január 6-os születésnap vízkeresztlet, azaz Jézus születése helyett a megkeresztelésének időpontja. A keleti keresztény egyházak aránylag gyorsan a következő évszázad elejére elfogadták az új ünnepet, bár vannak, akik máig január 6-án tartják, például az örmények, illetve olyan is előfordul, hogy a naptárreformok elmaradása miatt idővel januárra tolódott a december 25-ös dátum. Teljesen egyetemes világszintű ünnep csak a 6. század végére lett, ekkorra ért el például Nagy-Britannia területére is. A karácsonyi szokások szintén nagyon változatosan alakultak az évszázadok során. Vannak olyan elemei az ünneplésnek, amik a kereszténységet megelőző pogány ünnepek maradványai, és olyanok is, amik később kerültek bele a képbe. A fenyőfa például a germán népek Jule nevű téli napforduló ünnepéből ered, miközben a fagyongy és borostyán díszítő elemek a keltáktól származnak. A középkori Európában a karácsony legfontosabb eleme a mise volt, ahonnan az angol Christmas szó is ered, a Christ és Mass magyarul Krisztus és mise szavakból. A misét aztán egy részeges karneválszerű ünneplés követte, ami a lakomákról szólt, és a gazdagok szegények felé tett gesztusairól. Az év ezen napján a szerencsések megosztottak egy kis örömöt a társadalom alsóbb rétegeivel, és megetették vagy épp felmentették őket a munka alól pár napra. Ez volt a mai ajándékozás egyik elődje, de régen ez főként a földesúr és hűbéresei közti viszonyra korlátozódott. A 9. századtól előrefele haladva az időben a dínom-dánom egyre furcsább formákat öltött, persze nem egységesen minden területen. Voltak helyek, ahol az állatfejek főzése és az egyre különlegesebb ételek fogyasztása jellemezte, miközben megjelentek a jelmezekbe öltözött, sokszor férfiként női ruhát öltő énekesek, akik házról házra jártak egy kis ételért vagy pénzért. Az ajándékozás idővel tovább erősödött és a gyerekek irányába tolódott el Szent Miklós napjával. A szintén decemberi ünnep sok területen teljesen külön esemény volt a karácsonytól, míg máshol összeolvadt vele, és a karácsony lett az ajándékozás alkalma. Széles körben csak a 16-17. Században terjedt el, amikor is a gazdagok szegényeknek adott ajándékai, ételei, italai, nekik rendezett előadásai helyett megszületett az ajándékokat hozó kis Jézus vagy Jézuska alakja. Mint oly sok változást, ezt is a reformáció hozta el, ami teljesen átalakította az ünneplés módját. Megjelentek új szokások, miközben a misék mellett egyre nagyobb szerepet kapott a Bibliák otthoni forgatása. A vallási események, amikhez addig folyton templomba kellett menni, beköltöztek az otthonokba is. A családon belüli ajándékozás a 18. század második felében vette át a főszerepet, és a szegények megsegítése bár nem tűnt el, de háttérbe szorult. Szintén újkori szokás a karácsonyfa állítása. Mint már említettem, a fenyők és egyéb örökzöldek a germán és kelta pogány ünnepekből maradtak ránk. A Jule téli napforduló ünnep alkalmával szokás volt például egy minél nagyobb fenyőt kivágni és azt elégetni. A fakivágás évszázadokkal később is megmaradt, volt, ahol fiatal fát vágtak ki, ezzel jelképezve az élet feláldozását és Jézus áldozatát. Az általunk ismert karácsonyfára még rengeteget kellett várni. Valószínűleg a fenyő szimbolikát akarták az emberek az otthonukba átköltöztetni, és így jelent meg a szokás, hogy jegenye fenyő ágat tettek sokan otthonukba. Elsőként 1494-ben bukkant fel ez a tradíció, egy német író által megemlítve. A mai Németország területén szintén szokás volt az úgynevezett karácsonyi piramis, ami deszkákból épült fel, és amit elkezdtek fenyő ágakkal díszíteni. Nem tudni azonban, hogy melyik vezetett a fenyőfa állításhoz. Az 1560-as években Elzász régió egy városában már árusítottak kivágott fenyőket, amik valószínűleg az otthoni ágak helyét vették át, de a díszítés még később indult.
A legelső írásos emlék egy feldíszített fáról 1605-ből származik Strasbourgból, ahol almákat aggattak a fenyőre, majd 1611-ben egy sziléziai grófnő volt az első, aki gyertyákkal díszítette fel. A német szokás csak a 18. század végére terjedt el Európában, ők hozták be Magyarországra is, de igazán népszerű csak a 20. század elején lett. Szintén a 20. században jelentek meg a ma ismert díszek is, előtte a fákra csak ehető dolgokat tettek, amiket leszedés kora családtagjai elfogyasztottak. Az adventi koszorú a 16. században jelent meg, a mainál kicsit extrább formában. A fenyőágakból készült koszorúra eredetileg 24 gyertyát raktak, amivel egyesével számolták le a karácsonyig hátra lévő napokat. Maga a koszorú már a pogány rituálékban is megjelent, és az evangélikus keresztények vették át. Az örökzöldekből font kör Isten örökkévalóságát szimbolizálta, a gyertyák pedig a növekvő fényt és Jézus eljövetelét. A 19. századra számukat 4-re csökkentették, igazából csak azért, hogy egyszerűbb legyen a szokás. A katolikusok csak az első világháború után kezdték el használni, és széles körben csak az 1930-as évekre terjedt el. Az adventi naptár a gyertyák eltűnésével párhuzamosan jelent meg. Az apró ajándékok 24 napon keresztül a gyerekeknek segítették a napok visszaszámlálását. Árusoknál 1851-ben jelentek meg először a csokoládés verziók, addig csak otthoni szokásként volt jelen. Voltak olyan vallási csoportok és mozgalmak, amik nem fejlesztették, hanem tiltották az ünnepet, pontosabban az ünneplést egy ilyen szent napon. A 17. századi puritánok például nem értettek egyet a fesztiválszerű lakomázással, és betiltották ezt a fajta karácsonyt. Az 1600-as évek első felében Amerikába telepedő zarándokok szintén elhatárolódtak tőle, egyrészt mert az ünnep szerintük is elvesztette vallási jelentőségét, másrészt pedig mert ellene voltak mindennek, ami Angliából származott. Volt időszak, amikor Bostonban egyenesen törvényt tiltotta, a függetlenségi háború után pedig még annyira sem volt kedve senkinek angol módra ünnepelni. Ugyanakkor épp hogy Amerika tette a karácsonyt a mai vallástól eltávolodott szeretet ünnepévé. Egy Washington Irving nevű 19. századi író egy nagy hatású munkájában a karácsony egy idealizált változatát írta le, amikor mindenki elfogadó és szeretettel viszonyul a másikhoz. Emögött a korabeli társadalmi feszültségek és zavargások álltak. Könyvében úgy írt, mintha régi angol karácsonyi szokásokat mesélne el, de valójában egy teljesen új jelentéstartalmat talált ki. Ő írta meg azt is, hogy Szent Miklós repülőszálon szeli át az eget, mondhatni ő találta fel a karácsony mai alapjait, ami Amerika gazdasági fejlődésével és a globalizációval az egész világon elterjedt. A régi keresztény hagyományok szépen lassan háttérbe szorultak, de szerencsére teljesen nem tűntek el. Mára ennyit a tízes listáról. Lájkolj minket, és ne felejts el feliratkozni csatornánkra, hogy mindig elsőként értesülj a legújabb tartalmakról. Külön köszönet a támogatásért partnerünknek és tárhelyszolgáltatónknak, a Reghostnak.